Remek idő fogadta a Mátai Szakközépiskola végzős diákjait a ballagási ünnepségen. A szép ünnepségnek az igényesen díszített udvar adott helyet, ahol kényelmesen elfértek a szülők, rokonok, a tanárok, a meg. Reményik Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, ha szürke por belepte, a csöndtől, mikor hang zavarta fel, a hangtól, mikor csendben halkul el. Minden szótól, amit kimond a szánk. Minden mosolytól, mely sugárzott ránk. Minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett. Az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek. A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, a kemény rögtől, mint megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz. Mert minden csönd más, minden könny vigasz. Elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő, leng utána, sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj. Hidegen hagy az elhagyott táj, hogy eltemettük, róla nem tudunk. És mégis, mondom néktek, valamitől mi mindig búcsúzunk. A megjelent vendégek bemutatását követően Kovács Éva intézményvezető osztotta meg ünnepi gondolatait. Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon, és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek,
melynek segítségével elmehetünk a hivatalba, vagy kedvesünkhöz, vagy a rikkantó tavaszi erdőbe. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van, elvezetnek valahová. Nem csak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen, közös célban. És akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van, de csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt. Kedves egybegyűltek, Márai Sándor szép gondolataival köszöntöm az idei tanév legnagyobb ünnepén, nagy tisztelettel és szeretettel a végzős tanulóinkat, az őket boldogtató osztályfőnököt, a gyermekeikre joggal büszke szülőket, meghívott vendégeinket, iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját és minden kedves jelenlevőt. Az út szimbóluma életünknek, monda és mesevilágunknak szerves építőköve. Minden térben, időben zajló folyamat legelemibb jelképe. Elterjedt hit szerint a lelkek útja az eget földet összekötő tejút, magyar mondákban a hadak útja. A nagyvallások szerint út vezet a megvilágosodáshoz. Az esendő ember útja kanyargós vagy spirál alakú, viszont a kiválasztottoké királyi út, mely ellentétben a spirállal egyenes. Ilyen egyenes utat jár be a világ fára mászó, vagy akár a pokolba ereszkedő mesehős is. Legeredendőbben az út magát az életet jelképezi. Kedves búcsúzó diákok! Az úton, amelyen haladtok, a mai napon meghatározó és emlékezetes mérföldkőhöz érkeztetek. Visszatekintve, egészen bizonyos, hogy hitetlenkedve, csodálkoztok el, milyen gyorsan fogyott el a választott utatok a 3 évvel ezelőtti útelágazó óta. Meglátjátok, ahogy telik az idő, közös utunk emlékezete hogyan változik majd. A ki nem használt lehetőségek miatt bánkodó gondolatok, egy-egy az élet velejárójaként megesett kellemetlen nap emléke, hogyan halványul el és tűnik el, ahogy múlnak el a telek és a nyarak. Hogy alakul át az andásított tapasztalás felismerésén, hogy minden úgy történt, ahogy történnie kellett, és mosolygós nosztalgiával emlékeztek az itt töltött évekre, ami egybeesett a felnőtté válásotokkal. A 3 év, amit az iskola falai között töltöttetek, most egyszerre csak véget ér. Minden teremhez, tanárhoz, diáktárshoz fűződnek emlékek, és minden osztályról valami kitörölhetetlen maradt számunkra is. Az útra való pogácsa, a tarisznyátok van, jelképezi mindazt a jó szándékot, gondoskodást és féltést, amit nektek csomagoltunk az utatok folytatásához, hogy derűs, egészséges, sikerekben gazdag, boldog életet éljetek. Útjaink hamarosan elválnak, de hiszek benne, hogy hamarosan valahol ismét keresztetni fogják egymást. Kassák Lajost idézve, aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen. Tisztelt osztályfőnök, kedves kollégák! Nehéz, néha nagyon nehéz, de örömteli feladat volt az itt álló ballagó diákokat idáig eljuttatni. Köszönöm, hogy következetes, türelmes és tartós munkával a tudás megszerzésére, megbecsülésére ösztönöztétek diákjainkat. Köszönöm mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, amit a szakközépiskolai évek alatt kaptak tőletek tanulóink. Mi pedagógusok évről évre ballagtatunk, számos osztályt végigviszünk, mégis tudjuk, hogy minden diák egyszeri és megismételhetetlen. Pedagógus pályánk és munkánk mindenkori legszebb ismétlődése és eredménye a ballagás. Kedves szülők, köszönjük, hogy bíztak bennünk és ránk bízták gyermekeiket. Együtt örvendhettük sikereiknek, bánkodhattunk kudarcaik miatt, és féltőn, szerető módon egyengedtük lépteiket. És ők közben nőttek. Lázadoztak, vagy szót fogadtak. Célirányosan végezték dolgukat, vagy csupán céltalanul beleéltek a világban, és így váltak felnőtté. A következő időszak sem lesz könnyebb, de gyakorló anyaként hiszem, hogy a szülői szeretet feltétel nélküli
és önzetlen. A szülőgyermekért mindenre képes, egyre nehezebb megfelelni a környezet kihívásainak, sok áldozattal jár a gyermeknevelés, de csodálatos dolog. Ez a nap az önök munkáját és szülői helytállását is dicséri. Kitartást kívánok az elkövetkezendő kihívásokra, és sok örömet a gyermekeik útjának további egyengetésében. Köszönöm minden kedves meghívottnak, hogy meghívásunkat elfogadta, és részvételével megtiszteli az eseményt. Köszönöm a fenntartó szakmai és emberi támogatását, és nem utolsó sorban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület Közép-Dunántúli Régió folyamatos pártfogó segítségnyújtását. Végezetül egy Kis Tamás útra való idézettel köszönök el, megköszönve megtisztelő figyelmüket. Nem fontos, hogy az országúton poroszkálva haladjunk. Fontosabb tán, hogy magunk után egy-két lábnyomot hagyjunk. A következő percekben a 10. osztályosok nevében Orsos Zsófia búcsúzik a végzősöktől néhány gondolattal, majd a 9-10. Osztályos tanulók eléneklik iskolánk indulóját. Kedves ballagó társaim, az iskola tanulói nevében én búcsúzok tőletek, mely nem könnyű feladat. Az elmúlt 2 évben összekovácsolódtunk, megtanultunk együtt élni, néha nehezen ment, de annyi emlék köt minket össze, míg vidámmá tették napjainkat. A szünetekben elkövetett csíntevések, dobálózás, szemétszedések, a közös bandázások, örök emlékek maradnak. Igyekszünk tanulni tőletek, nem csak zsívánságot, hanem jót is. De azt nem ígérjük, hogy ugyanazokban a csapdákban nem esünk, mint ti, hiába kiabáltok a pálya széléről, nekünk is le kell játszanunk a meccset. Így, ahogy benneteket látunk, mi is átérezzük a búcsú pillanatát. Azt már most érzem, hogy hiányozni fogtok, üresebb lesz nélkületek az iskola. Azt is érzem, hogy a megfelelő útra valóval indultok el, s tudom, hogy ha megszerzett szakmai tudásotokat megfelelően használjátok, akkor sikeresek lehettek az életben. Remélem, hallunk majd rólatok, hogy mennyire profi gépeket hegeztetek össze, mennyi idős rászoruló emberen segítettetek, s akkor büszkén mondhatjuk, egy suliba jártunk veletek. Kívánunk nektek sikeres szakmai vizsgát, jó munkahelyet, boldog magánéletet és örömöt. Karamár szavaival engedlek titeket utatokra. Elmész a dolgok mellett, s van, hogy rossz sávban állsz, utazásod céltalan, úgy, ha csodára válsz. Nem lép helyetted senki, de lesz majd, aki visszahúz. Nehéz lesz úgy feladni, ahogy abból majd tanulsz.
A 11. osztályosok nevében Török Fanni vesz búcsút az iskolától, az itt maradó diáktársaktól. Kedves tanáraim, kedves diáktársaim, furcsa és ijesztő pillanat ez számomra, hogy itt állok és búcsút kell vennem mindannyiunk nevében a tanáraimtól, a társaimtól és a diákságomtól. Alig vártok minden nap a kicsengetést a nap végén, de most mégis visszautaznánk az időben, hogy még egy kicsit itt lehessünk, de ma mégis utoljára szól a csengő osztályunknak. Engedjék meg a visszatekintést erre a három gyorsan szálló évre, a beiratkozásra, mikor szemügyre vettük, hová is kerültünk igazából. Aztán beindult a tanév, de mi nagyon otthon éreztük magunkat, néha túlságosan is. Figyelmen kívül hagytuk tanáraink intő szavait, pedig ők értünk veszekedtek, nem ellenünk. Kiabálva lázadoztunk a szabályok ellen, de kitartó munkájuk és az irántuk örökké tartó hitük elvezetett minket ehhez a pillanathoz. Soha eléggé megköszönni nekik ezt. Igyekszünk életünk útján az általuk közvetített értékek mentén haladni, és mind az ő, mind az iskola hírnevét öregbíteni. Társainkkal sok élményt éltünk itt át, a diáksportnapon, a közös főzőversenyeken, pályaválasztási napokon, iskolai ünnepélyeken és kirándulásokon, top voltunk a szünetekben, szenvedtünk a telefonhiánytól, és mindig enni is szerettünk volna az órán. A házirend számunkra nem létezett, feszegettük veletek a határokat. Higgyétek el azonban, hogy a máltai tanárok mindent megtesznek értetek, és segítenek az iskola után is. Volt két szerencsés társunk, akik egy hónapot töltöttek a hegesztő szakma fellegvárában. Annyi vicces jelenet, esemény tarkított a napjainkat, hogy ezeket sosem felejtjük, izgulunk a vizsgák miatt, bár ezt nem mutatjuk, mert az nagyon ciki lenne. De tudjuk, ha felkészülünk, akkor sikerülni fog. Átadjuk a tapasztalatokat majd nektek. Milyen volt a vizsga, hogy csináljátok végig jövőre? Használjátok-e minden pillanatot, amit itt tölthettek, mert nekünk is sokat adott az iskola, bár előbb gondoltunk volna erre. Bárki bármit mondott, akkor nekünk szükségünk volt ezekre a pofonokra, szeretetre és támogatásra, és nektek most az alábbi búcsú gondolatokat küldöm. Parádi Alexa, ballagó nemzedék, haladj, míg előtted út van még. Megértettünk, mi a felelősség, oly sok lemondása jár a felnőtt lét. Nincs több alvó plét, sem ország, mely hetet hét, racionális észér, nem minden csak magadért. Ballag e nemzedék, hallani az óra ketyegését, Y generáció utolsó gyermekeinek elmenetelét. Lúgballonok szállnak szerteszét, pár hónap múlva mindenki keresheti kenyerét, művelheti zsenge kertjét, és útján kísérheti a remény, mely előre összökél. A jutalmak átadásával folytatjuk ünnepségünket. A jutalmakat átadja Kovács Éva igazgató. Mielőtt tényleg búcsút veszünk diákjaitól, kellemes kötelességemnek kell még eleget tennem. Végzőseinket a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Szakközépiskolája a három éves teljesítményükért jutalomban részesíti, mert azt a szempontot vettünk figyelembe, hogy minden gyerekben van valamilyen értékes tulajdonság, valamilyen kiváló képesség, amivel kitűnik a többiek közül. Mi igyekeztük ezt az évek során észrevenni és értékelni. A tantestület véleménye szerint a három év alatt egyenletesen jó teljesítményt nyújtott, eredményesen szerepelt szakmai tanulmányi versenyen, valamint aktív részt vállalt az iskolai közösségi feladatokból. Munkája elismeréseképpen könyvjutalomban és emléklapban részesül Török Fanni, szociális gondozó és ápoló tanuló. A következő tanulók pedig emléklapban részesülnek. Kérem, nevük elhangzásakor jöjjenek átvenni a jutalmukat. Farkas Ruben. A finnországi szakmai gyakorlaton való eredményes részvételéért, valamint a gyakorlati helyen tanúsított szorgalmáért. Horváth Gábor. A
a gyakorlati helyen tanúsított szorgalmáért. Jungwirth Genovéva Kinga. A regionális szakmai tanulmányi versenyen való eredményes részvételiért. László Krisztián. Az iskolai élet színesebbé tételéért. Leistinger Melinda. A gyakorlat során tanúsított szorgalmáért. Leijer Attila Márk. Az iskolában vállalt közösségi munkájáért. Szabó Vivien. Lelkiismeretes szakmai munkájáért. Szalai Arnold. A finnországi szakmai gyakorlaton való eredményes részvételéért, valamint az iskolába vállalt közösségi munkájáért. A jutalom és köszönet nem csak a tanulókat illeti meg, hanem a sikerek mögött álló szülőket, édesanyákat, akiknek áldásos munkáját Koncz Zsuzsa Mama című számával szeretnénk megköszönni, amelyet Kalányos Mária előadásában hallhatunk. Kérlek, meséld el nekem, édes éjszakán. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy hogyan kezdődött az életem. Véletlen volt, vagy gondoltál rám azon az édes éjszakán. A végzősök a magasba engednek egy-egy lufit, jelezvén, hogy a diák évek is ilyen gyorsan szálltak el, és bíznak abban, hogy egyre magasabbra jutnak ők is, akár csak ezek a léggömbök. Kívánjuk, hogy így legyen. A zárást követően kérünk minden meghívott vendéget, fáradjon be egy kis beszélgetésre a végzősök termébe. Ezután lesz lehetőségük majd a hozzátartozóknak a ballagó diákjaink részére, a virágátadásra, fényképkészítésre.
Itt szeretnénk köszönetünket kifejezni Bognár Nagy Gyöngyi tanárnőnek a dekorációért, Kurdi Róbertnek és Barát Andrásnak a technikai segítségnyújtásért, hangosításért. És most énekeljük el közösen a szózatot.